Sebes a világ, ne hallanám, olyan az egész, kioltanám. Rohanok, de hova még? Ide ma nekem nem elég. Nagy a tér, tág az az ég, de ma nem ígér. Tóva száll a levél, szíve hazaér. Neki még dobog itt, hol a gyökerét keresi, de hiába néz. Vezeti kezed, és te hazatérsz. Sír nekem a keserédes könnyeden, ugyanúgy kopog az én tavam, ahogy a tiéd hangtalan. Egy régi kéz, egy dobbanás fél dallamát, mint száz folyó fagyos vizét úgy léptem át. Üzenem álmaim szavát, fáradt a kezem, nem írom át. Viszi a fa levél, na de mire odaír ma? Nagy a tér, tág az az ég, de ma nem ígér. Tóva száll a levél, szíve hazaér. Neki még dobog itt, hol a gyökerét keresi, de hiába néz. Vezeti kezed, és te hazatérsz. Nagy a tér, tág az az ég, de ma nem ígér. Tóva száll a levél, szíve hazaér. Neki még dobog itt, hol a gyökerét keresi, de hiába néz. Vezeti kezed, és te hazatérsz. A színpadon Szekér Gergő! Tartsuk fenn ezt a tapsot, mert megérdemli. Köszönöm. Misi! Szépen. Várjuk meg, hadd tapsoljanak. Mert hogy jár. Megérdemli. Jár. Na jól van, most már elég lesz. Jó, akkor Gyuri. Nagyon szépen köszönjük, a bátorságodért is járt ez a taps. Nem tudom, hogy hány olyan előadó van, aki egy ilyen helyzetben másodjára nekiindulva tudja 100%-ot és a maximumot nyújtani. Én nem biztos, hogy tudtam volna, úgyhogy le a kalappa. Örülök. Viszont az észrevételem a dallal az, hogy mikor saját csapdájába esik az ember, és itt megmondom, hogy mire gondolok. Olyan bonyolult harmóniát, dallamot írsz magadnak, hogy nagyon nehéz elénekelni. Ez az a bizonyos nehézségi fok, és én imádkoztam, hogy moduláció az meglegyen, és jó legyen. Nekem picit diszonáns az, hogy van egy hazatérés, ami a honvágyról szól, és egy picit, nem tudom, hogy milyen motívum ez a furúja, ír, síp. Kicsit ír, így van. Igen, egy kicsit kelt a... Ez lehet egyébként, hogy szándékos volt számodról vagy számotokról, hogy nem akartátok ilyen nagyon... Most akkor behívunk egy kis összefont hajú lányt, aki hegedűvel eljátsz a... Jól érzem? Ezt nem szeretem volna. Oké, okay. Sikerült. Nagyon köszönöm. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Lilla, hogy tetszett?
Gergő rendkívüli személyiségen, azt gondolom, mint szerző is, hiszen a korábbi produkciókban is voltál már szerző. Golda Leventi. Így van, azért tegyük hozzá, mint szöveg, mint zenében, és azt gondolom, te hangszerelted, úgy tudom. Tehát ha ezt nézzük, tényleg ebben igazad van, hogy itt gyakorlatilag magadnak annyi nehézséget műveltél, hogy ez tényleg vannak dalok, mint tudjuk, amit lemezen felénekes stúdióba az ember, és akkor élőbe egész másképp kell a zenekarnak, vagy az előadónak kidolgozni az énekesnek. És valójában most ettől a kis ördögtől, amit történt, azt angyal vagy egy óriási művészi teljesítményt. Ettől függetlenül mondom, hogy valóban fizikailag is nehéz ezt hozni. Ennek ellenére szerintem nagyon gyönyörű elhozod, és a dalról beszélek, mivel nem csak nem énekversenyről van, szóval azt mondom, nagyon erős, gyönyörű. Az ereje, a szövege, a világa, ami visszaköszön abból a világból, amit már megkaptunk tőled 2 éve, és azt gondolom, ez a 2 év alatt is te fejlődtél, és egy olyan személyiség, ilyen átalakuláson mentél át, amit hazahoztál, és megosztottál velünk. Lilla, köszönjük szépen! Jöjjön az este utolsó pontozása, a kérdés az, hogy Szekér Gergő, vagy a Beneath My Skin. Gyuri, tőled érkeznek a pontok. 7-es. 7-es ponttal indulsz. Misi? Nem vagyunk fejszámolók, hogy jó, most várjunk, itt ide 8-at adtam, oda 7-et, és az 42 plusz. Ennyi idő, sokszor 7 pontot szeretem. Újabb 7-es. Köszönöm. Nem számoltam egyébként. 8 pont. 8 köszönöm. Pont. 22-nél járunk. Fero? 7-es. 7-es, ez 29 köszönöm pont. Szépen. Gergő, gratulálunk, gyönyörű szép pontszám. Csatlakozz a többiekhez, köszönöm, a páholyba.